A kánikula ellenére is folyamatosan zajlik a munka az egyik szabadkai fatelepen. Az elmúlt tél azonban enyhe volt, így az emberek egyelőre csak kisebb mennyiségekben rendelnek fát és szenet, de mindig vannak olyanok, akik biztosra mennek. Megvásároltuk, nyári szezonban szoktuk általában kicsit előbb, hogy a száradjon és hogy ne legyen, épp ne vízásra tüzeljük el, és időben, mert nem tudjuk, hogy később, hogy drágában lesz-e, vagy leesik az ára a tűzifának. A tűzifát érdemesebb nyáron megvásárolni, mivel összevágva gyorsabban kiszárad, így télen jobban fog égni. Vásárlók most is vannak, de a legtöbben csak ezután jönnek a fatelepre. Egy kicsikét nagyobb hullámot várunk, mikor megkapják majd az első pénzt a búzáért és a földbérbeadásáért, ami majd utána ugye azt fogja jelenteni, hogy megnövekszik a kereslet, és akkor majd meglátjuk. Most per pillanat minden fajta szénből és fából van a raktára, mint ahogy látják is. Az árak még tavaly előtti áron vannak. Aki télen nem akar fázni, az már nyáron gondol a hidegre. A szabadkai fatelep tulajdonosok elmondása szerint szép számban tértek be vásárlók a fatelepekre. A fűtési szezon ugyan még messze van, de aki óvni szeretné pénztárcája vastagságát, annak nem árt minél előbb bevásárolni, hiszen most még az árak is alacsonyabbak, és kínálat is nagy mennyiségben van. A szénára változó, minőségtől függően 1 tonna 7800 és 14000 dinár között mozog. A tűzifa köbmétere 6000 dinár, mind a bűk, a tölgy és az akác tekintetében is. Ha változik valami, akkor az mindig szeptember-októberről szokott szeptemberben általában változni, de nem hiszem, tehát mennyiségileg elég fa van. Tehát, hogyha átviseltük ezt az esős időszakot, és be tudtuk szerezni a fát, akkor szerintem most is ugyanaz lesz, tehát, hogy lesz elég fa. Aki tehát betér a fatelepekre, nagy kínálatból tud válogatni, mind a szén, mind a fa tekintetében. Várólistára kerülés nélkül, azonnali szállítással.